Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az ige hirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk János evangéliumában, a 8. fejezetben, a 30. verstől a 45. versig a következőképpen. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki a bűnt cselekszi, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre. A fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyáitoktól hallottatok. Ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki. Mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk. Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt a kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Amen. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Sokan hittek benne a zsidók közül is, sokan hitre jutottak. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne, kezdődik így a mai ige szakaszunk, és Jézusról van itt szó. Mondhatnánk azt, hogy milyen szépen kezdődik ez a történet. Mint hogyha azt látnánk, hogy Jézus küldetése tulajdonképpen célba ért. Ugyanis arról beszél Jézus az előző szakaszba, hogy az atyától jött, az atyához megy, ő a világosság ebben a sötét világban, világosságként jött ebbe a világba, és tulajdonképpen erre reflektálva sokan hittek Jézusban. Amikor tovább folytatódik a szakaszunk, akkor viszont azt látjuk, hogy nem áll meg ennél a mondatnál Jézus. Nem mondja azt, hogy halleluja, sokan hisznek bennem, jaj de jó, akkor amiért jöttem, azt véghez vittük, végre a zsidók elfogadtak, a zsidók hisznek bennem, akkor innentől kezdve betöltöttem azt, amiért jöttem. Nem, hanem Jézus arról beszél velük, hogy nem elég csak úgy hinni Jézusban. Nem elég tulajdonképpen az, hogy én kimondom, hogy Jézusban hiszek. Mert mit jelent az, hogy hiszek Jézusban? Azt jelenti, hogy elhiszem, hogy élt. Hát tulajdonképpen ehhez nem kell túl nagy hit. Azt gondolom, hogy az, hogy elhiggyük, hogy Jézus élt, az egy olyan történelmi tény, amit még az ateistáknak sem sikerült kikezdeniük. Az, hogy Jézus élt, hogy Jézus tanított, az egy történelmi tény. Ha ezt elhisszük, ez még kevés. De mi lehetett itt, amiben hihettek ezek a zsidók? Abba hihettek, hogy talán ő a messiás, aki elhozza végre a dávidi királyságot, hogy jólétet hoz végre Izraelbe. Földi szinten reménykedtek Jézusba, és Jézusnak ez is kevés. Hogyha te csak úgy hiszel Jézusba, ugye magad módján, hogy adjon itt a földön békességet, adjon itt a földön nyugalmat, jó dolgokat, lásson el minden szépen, jóval, az kevés. Mert Jézus a mélyére ás a dolgoknak. És azt mondja, hogy ezeknek a zsidóknak, akik hittek benne, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Mit mond tehát Jézus? Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. A mélyére ás a dolgoknak.
Nem elégszik meg azzal a felszínes hittel, hogy én hiszek a magam módján. Gondoljunk csak bele abba, hogy a reformáció idejében az emberek mélyen vallásos emberek voltak. A reformáció idejében a templomok tele voltak. A reformáció idejében az emberek a maguk módján hittek Jézusba. Nem volt kérdés számukra, hogy a maguk módján hittek Jézusba, és mégis sötétségben éltek. Hiszen a reformáció idejében azt gondolták, hogyha fizetnek, ha kifizetik azt a búcsúcédulát, akkor majd ők vagy a rokonaik az üdvösségbe juthatnak. És azt gondolták, hogy ezzel megtettek mindent, amit ők tehettek. És úgy, ahogyan Jézus a mélyére ásott a dolgoknak, és azt mondta, hogy nem elég az, hogyha te a magad módján hiszel, hanem az az igazság, ami az én igémben van, az kell, hogy eljusson a szívedig, ha te megtartod az én igémet, akkor vagy valóban az én tanítványom, mondta Jézus. Ugyanezt történt tulajdonképpen a reformációban is. Isten bevilágított egy ember életébe, Luther Márton életébe, aki fölismerte azt az igazságot, hogy az Isten elítéli őt, de Jézus Krisztusban meg is szabadítja őt, és ez az igazság, ez szabaddá tette őt, és hirdette az ítéletet és a kegyelmet ingyen. Az Isten kegyelmét ingyen kezdte hirdetni, és az embereknek a szívét ez megmelengette, hogy Jézus Krisztus annyira szereti őket, hogy ingyen kínálja az ő kegyelmét. És aztán az embereknek ez az életére hatással volt. Mind a mai napig még hatása van a reformációnak. Igen, mert nem elég az, hogyha csak úgy látszat módon kimondjuk, én hiszek Jézusba. Mit jelent ez személyesen számodra? Megtartod-e Jézus igéit, az Isten igéjét? Mert csak akkor vagy valóban az ő tanítványa. És azt mondja Jézus, hogyha az ő igéjét megtartod, az eljuttat az igazságra, hogy megismered az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ez a hit, ez nem egy passzív hit, ez egy cselekvő hit. Ezek a zsidó emberek hittek Jézusban, és mégsem rendelkeztek valami nagyon fontos dologgal. Mert amikor Jézus azt mondja, hogy az igén keresztül megismeritek az igazságot, és majd ez az igazság megszabadít titeket, akkor rögtön rátapint arra a gyenge pontra, ami ezeknek az embereknek a szívében volt. Mert ők hittek ugyan Jézusban a maguk módján, de nem hittek abban, hogy szolgák. Nem hittek abban, hogy megkötözöttek. Nem hittek abban, hogy őnekik szükségük lenne szabadításra. Ők Jézust a földi életükben akarták messiásnak. És nem láttak azt, hogy lelkileg meg vannak kötözve a bűneikbe. Sőt, amikor Jézus azt mondja nekik, hogy szolgák vagytok, akkor kikérik maguknak. Azt mondják, hogy mi Ábrahám utódai vagyunk, sose voltunk szolgák. Hát nem tudom, hogy elfelejtették-e az egyiptomi fogságot, vagy nem tudom, hogy éppen, ha csak emberileg nézzük, elfelejtették-e azt, hogy éppen megszállás alatt vannak, római megszállás alatt. Nem tudom, mire gondolhattak ezek az emberek, hogy még a reális helyzetüket sem látták, de Jézus nem a földi szolgaságról beszél, hanem a lelki szolgaságról. És azt mondja, hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. Jézus rámutat arra, hogy elveszett bűnös emberek ők, és szükségük van a szabadításra. Ezek az emberek, amikor ezt meghallják, akkor elkezdenek a saját vallásosságukba bízni. Mi Ábrahám utódai vagyunk. És ez nem csak annyit jelentett, hogy ők zsidó származású emberek, hanem azt jelentette, hogy mi a kiválasztott nép, mi a választott néphez tartozunk. Elkezdtek a saját vallásosságukba, a saját kiválasztottságukba reménykedni, és nem látták a saját helyzetüket. Ezért mondja nekik Jézus, hogy a hazugság jelen van az életetekben, ti a hazugság atyának a gyermekei vagytok, mert hazugságban élitek az életeteket. És ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek hazudoztak volna éjjel-nappal. Nem azt jelenti, hogy hazugságban élték az életüket, hanem azt jelentette, hogy a legfontosabb kérdésben, az üdvösség kérdésébe meg vannak tévesztve, és hazugságban reménykednek. Abban bíznak, hogy azért vagyok én az Istennel kapcsolatban, mert Isten kiválasztott népéhez, a választott néphez tartozok. Milyen sokan vannak ma is, akik ebben a hazugságban reménykednek, és azt gondolják, hogy én azért vagyok Istennel kapcsolatban, mert megkereszteltek. Vagy azért vagyok Istennel kapcsolatban, mert egyszer konfirmáltam, vagy egyszer elmondtam egy imádságot, megtértem. De az Istennel való kapcsolat az nem egy pont, nem csak egy egyszeri dolog, hanem az élő valóság. A bűneinkből való szabadulás, hogy Jézus Krisztus
által az Istennel élő kapcsolatom van. Az nem csak egy egyszeri pont, amire visszaemlékszünk, nem csak annyi, hogy elmondhatjuk, hogy igen, mi evangélikusok, reformátusok, katolikusok, stb. Vagyunk, hanem az élő valóság. És ez a csoda indult el a reformációnál is. Hogy az Istennel való kapcsolat az nem csak valami vallásosság, amit mi produkálunk magunkból, és mi kitermelünk magunkból, akár úgy, hogy megvesszük az üdvösségünket, akár úgy, hogy jó cselekedeteket teszünk, hanem az, hogy belátjuk, hogy szabadítóra van szükségünk. Luther úgy fogalmaz, hogy naponkénti odatérésre, megtérésre van szüksége az embernek. Hogy naponként oda menjen az ő megváltó, szabadító Urához, hogy Uram, a te kegyelmedre van szükségem, mert enélkül elveszek, enélkül szolga vagyok. Hadd kérdezzem meg, te miben bízol? Ezek a zsidó emberek abban bíztak, hogy ők Ábrahám utódai. És Jézus mégis leleplezi őket, és azt mondja, ha ti Ábrahám utódai lennétek, akkor nem akarnátok megölni engem, de ti meg akartok ölni. Milyen drámai. Azok a zsidó atyafiak, akikről ezt olvassuk, hogy hittek Jézusban, ezeknek azt mondja Jézus, hogy ti meg akartok ölni. Azért, mert az igazságot mondom nektek. Drámai és kemény szavak ezek Jézustól, de tudjuk, hogy Jézus nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt nézi, ami a szívben van. És még hihetünk is a magunk módján Jézusba. De a kérdés az, hogy az Isten igéjét megtartjuk-e? Mert ekkor leszünk valóban tanítványok. Hogy elfogadjuk-e azt az igazságot, hogy Jézus Krisztus nélkül elveszettek vagyunk, bűnös szolgák, rabszolgák, a gonosznak a szolgái, és kárhozatot érdemlünk. Elfogadjuk-e azt az igazságot, hogy megváltóra van szükségünk, aki valóban meg tud szabadítani minket. Amikor ezt meghallották ezek a zsidó atyafiak, akkor likvidálni akarták Jézust. És Jézus ezt látta. És azt mondta, hogy ti meg akartok ölni engem. Ha valóban Ábrahám, lelkiképpen Ábrahám utódai lennétek, akkor nem tennétek ezt. De ti nem Ábrahám utódai vagytok, hanem azt mondja Jézus, az ördög a ti atyátok. A gonosz. Lehet, hogy most te azt mondod magadba, én ilyet soha nem tennék. Jézus soha nem ölném meg. Én biztos, hogyha találkoztam volna Jézussal, akkor követném őt, és engedelmeskednék neki. De hát nagyon kemény szavakat mondott Jézus. Jézus nem érte be annyival, hogy Uram, Uram, hiszünk benned! Uram, Uram, halleluja! Azt mondta, oké, most azt mondod, hiszel bennem, de megtartod-e azokat az igéket, amiket én mondtam? Úgy élsz-e? Látod, nem tudsz még úgy élni, mert kötözve vagy a bűneidtől, szabadításra van szükséged. Föl kell adnod önmagadat, és elfogadni azt, hogy én legyek az életed ura. És amikor ez az üzenet elhangzik az irányodba, és te azt likvidálni akarod, azt mondod, ez nem igaz. Nem vagyok szolgája senkinek. Én nem vagyok bűnös, nincs szükségem szabadítóra. Akkor tulajdonképpen, ha nem is ölöd meg Jézust, de lelkületben ugyanazt teszed, mint ezek az emberek. Kiiktatni ezt a gondolatot, likvidálni ezt a gondolatot az életemből, ez nem igaz. Ezzel nem akarok foglalkozni, nincs szükségem szabadítóra, mert sose voltam szolga. Én a magam ura vagyok. És akkor Jézus azt mondja, rendben, de akkor te az ördög fia vagy. Ha így gondolkodsz, ha nem fogadod el azt az igazságot, hogy szükséged van Jézus Krisztusra, szükséged van rám, mondja, akkor te a gonosznak még a szolgája vagy. De Jézus azért jött, hogy megszabadítson. És amikor ezt az üzenetet mondja, számomra megdöbbentő, hogy rögtön elkezdik Jézusnak a hitelességét boncolgatni ezek az emberek. Látjuk, milyen rövid folyamat alatt jutunk el oda, hogy hittek Jézusban a maguk módján, és aztán már azt mondják, hogy mi nem paráznaságból születtünk, mint te. Ugye készülve az adventi időszakra tudjuk, hogy a Szentlélektől fogant a szűz Mária. És ezt kérdőjelezik meg, és azt mondják, hogy mi nem paráznaságból születtünk, mint te. Miért beszélsz nekünk? A hitelességét kérdőjelezik meg Jézusnak, amikor rávilágít arra, hogy ő az atyától jött, ő az atya küldetését teszi. Nem azt, amit ő akar, hanem amit az atyától hallott, azt adja tovább. És amikor most hallod ezeket a szavakat, akkor nem azokat kell meghallani, amit én mondok, hanem amit az Isten igéje mond neked. Nem velem van problémád, hogyha ezek nem tetszenek, hanem az Isten igéjével. És rögtön megkérdőjelezik a hitelességét Jézusnak. Hányszor hallottam? Hát igen, azért ezt is csak emberek írták. Ó, hát hogy mi került bele a Bibliába, az csak Nagy Konstantin döntötte el. Hogy mi maradt ki azt is?
Hát azért nem is biztos, hogy úgy írták, nem is biztos, hogy úgy volt. Hát ezt lehet, hogy nem is így kéne fordítani. Elkezdik az emberek, amikor kemény beszédet hallanak, elkezdik a hitelességét boncolgatni a Szentírásnak. Ne az Isten igéjét boncolgasd, és annak hitelességét kérdezd, hanem engedd, hogy a Szentlélek által Isten igéje bevilágítson az életedbe. Hogy felszínre hozza azt, hogy szükséged van az Úr Jézus Krisztusra. Lehet, hogy azt mondod, hogy kemény az Isten ítélete. Kemény azt mondani, hogy valaki a bűnei miatt elkárhozik és örök kárhozatra megy. Kemény az Isten ítélete, hiszen azt mondja a Szentírás, hogyha valaki csak egész életében egyetlen egyszer csak egy bűnt elkövetett, az egész törvényt megrontotta, és ezért jogos a kárhozat számára. Kemény beszéd ez, kemény, és valóban kemény Isten ítélete. Ha meg akarod érteni Isten igazságát, Isten szentségét, nem tudod megérteni a megváltás, a kegyelem csodája nélkül. Ha meg akarod érteni Isten ítéletét, akkor nézd a keresztre, mert Isten ítéletét ott tudod igazán megérteni, a kereszten. Mert Isten annyira kemény, hogy valóban elítéli a bűnt. Ez nem egy játék, ez nem egy olcsó dolog, hanem annyira kemény, hogy az Isten ítélete ott van Jézus Krisztuson. Te bűneid miatt, meg az én bűneim miatt. Mert ő magára vette. Mert ő neki ez volt a küldetése, hogy megszabadítson téged a bűneidből, az ítélettől, hogy új élettel, örök élettel ajándékozzon meg. Azt mondod, kemény Isten igazsága és ítélete, én is azt mondom, kemény. Mert nézz a keresztre. De ott van rögtön Isten szeretete is, hogy mindezt értettette, mert szeret. Mert nem akarja, hogy elvesz. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kemény az ítélet, de még nagyobb és még érthetetlenebb Isten irgalma és szeretete. Hogy Jézus Krisztus nem azért jött, hogy neked a földi életedet komfortosabbá tegye, hanem azért jött, hogy megszabadítson az Isten ítéletétől, a kárhozattól, hogy örök életed lehessen. És ez volt az a csodálatos evangéliumi üzenet, ami beleragyoghatott 500 évvel ezelőtt abba a korba, és felvirágoztatta egész Európát. Mind a mai napig hatása van ennek az ingyen kegyelemnek, ami nem volt olcsó. Amit Isten ingyen kínál, de neki nem volt olcsó. Miben bízol? Hiszel-e az Úr Jézus Krisztusba, de nem a magad módján, hanem hiszel-e úgy, hogy megtartod az ő igéjét, és ha megtartod az ő igéjét, akkor megismered az igazságot, és az igazság megszabadít téged. Így lehetsz valóban az ő tanítványa. Erre hív téged ma is az Úr Jézus Krisztus által a mennyei Atya. Erre hív, hogy légy az Úr Jézus Krisztus követője. Hogy újuljon meg az életed, hogy ne méregesd a Szentírást, hogy ez most igaz vagy nem, hanem engedd, hogy megújítsa az életedet. Légy valóban Krisztus követője, mert akkor már itt ezen a földi életen egy szabad életed lehet. Akkor menekülhetsz oda, hogyha a bűn kísér, hogyha nyomorúság vagy olyan helyzetben vagy, amit nem tudsz feldolgozni, akkor bármikor oda mehet. Akkor minden a javadra van, de nem mindenkinek van minden a javára, csak azoknak, akik az Istent szeretik. De ahhoz, hogy te tudsz szeretni az Istent, ahhoz az kellett, hogy ő előbb szeretett téged. Hogy odalépett, beállt a bűnösök közé, vállalta a golgotai kereszthalált, meghalt és feltámadt. És ma is él, és az a csoda, a Szentlélek csodája, hogy ma is megszólalhat az ő igéje, és valóság lehet számodra. Nem azért, mert én mondom, nem azért, mert más mondja, hanem mert a Szentlélek élővé teheti számodra Isten igéjét. Bárcsak mindannyiunk szívében a mai napon is valódi reformáció indulna. Valódi reformáció, hogy visszatérünk a lényegi dolgokra, hogy nem mással foglalkozunk, hanem Isten igéje válik az életünk alapjává, és ebből aztán kivirágzik az, hogy minden más is ráadásként megadatik, hogy rendeződik. Mert Luther Márton nem azért indította a reformációt, igazából nem is ő indította, hanem a lélek, hogy itt kivirágozzon gazdaságilag Európa. És mégis még ezt is megadta Isten. De nem ez volt a fő szempontja, hogy valami jó gazdasági programot kéne itt ebbe az Európába adni, hanem az volt, hogy visszatérni Isten igéjéhez, az alapokhoz, és aztán az a ráadás volt. Hidd el, a te életedben is az elsődleges kérdés, hiszel-e az Úr Jézus Krisztusban úgy, hogy megtartod az ő igéjét? Azt kívánom, hogy a Szentlélek gyújtson világosságot mindannyiunkba, és tudjunk engedelmes életet élni a Jézus Krisztus által. Amen.